Sziasztok, sziasztok, én Gábor Lázs, és ma egy újabb Bluetooth hangszóró videót fogtok látni, és nem JBL-től, nem Sony-tól, pedig a Sony-tól kapok hamarosan megint új hangszórókat, hanem a Toyfell márkát, hát nem ismeritek talán, nem berlini cég, és kaptam tőlük kettő gyönyörűen kis hangszórót, ami 80 át bírja, jó a hangja, a sztereóban is kipróbáljuk, és kíváncsi, hogy ti mit szóltok hozzá, és tényleg nézzük meg, hogy jobb a hangja egy Bose-nál, egy Ultimate Ears-nél, vagy akár egy JBL-nél is. Na és most ha látjátok, hogy itt van a kettő, kijöttem a vízből, ahol leteszteltem egyet, hogy milyen a hangja. Persze jó volt, vízen kívül is, de hogyha kettőnk van, és ajánlom, hogy kettőt vegyetek, akkor ilyen a hangja. Most összecsatlakoztatom a kettőt, és meghallgathatjátok, hogy tényleg érdemes-e akár kettőt is venni. Szerintem nagyon jó hangjuk, és hogyha meg akartok nézni pontosan, hogy hogy kell használni, hogy a kettő egyszerre legyen csatlakozva, akkor nézzétek meg a német videómat, de röviden elmondom. Egyre csatlakoztok, ha be van kapcsolva, csatlakoztatok, akkor megnyomjátok hozzá a Bluetooth gombot, csak a plusz gombot, amíg pairing módba megy, aztán bekapcsoljátok a másikat, ott meg megnyomjátok csak a pairing módot, egymást felismerik, csatlakozva vagytok, jó, és utána újra a mobilotokon kiválasztjátok az első hangot, csatlakoztok hozzá, nem kell pairing módba menni meg semmi, és már is tudtok zenét hallgatni. És a fő lényeg az ennek az egésznek, hogyha az egyiken megnyom azt, hogy play, akkor mind a kettő persze lejátsz a zenét. Hogyha az egyiken megnyomom a hangerő plusz vagy minuszt, akkor ugyanúgy megy fel le a hangerő mind a kettőn, és ugyanígy ezt a másikon is meg tudom csinálni. És hogyha kikapcsolom az egyiket, akkor más is kikapcsol, és ja, ennyit kell ezekről tudni sztereóban, én ajánlom nektek, hogy különböző színben megyétek, vagy nevezétek át valahol az applikációban, mert különben eléggé confusing, hogy most oké, melyiket csatlakozzak éppen hozzá, mert mindig az elsőhöz kell még egyszer csatlakozni, amiután az egy más pairing meg van oldva, és mindig, hogyha kikapcsoljuk, akkor ezt újra meg kell csinálni ezt a process-t, eltart egy 15 másodperc, de utána órákon át lehet élvezni persze a dupla hangot. Na kíváncsi, hogy mit szóltatok itt a Toyfellnek a Boomster gólyához. Van többfajta színben is, én most ilyen korall színben kaptam, de persze feketében, zöldben, meg más érdekes színekben kiválasztjuk az online shopban. Meg tudjátok úgy is rendelni, hogy akár 60 napon belül vissza lehet küldeni, ingyen kiküldik Európán belül, és hogyha kettőt veszek, akkor olcsó, mint hogyha csak egyet egyedül. Most van speciális akció, nézzetek rá a Toyfell oldalára, és próbáljátok ki. Közben néztetek a nem Gábor Lázs legközelebb, ez volt itt a tech videó az új Toyfell Boomster gólyával. Sziasztok, és ne felejtsetek el feliratkozni! Elsüllyedt! Hát bedobtam a vízbe, ez elsüllyedt! De csomagoljuk ki, nézd meg, mi van a dobozban, és mit kaptok, és jobb-e egy... Nézd meg, mi van a csomagban, és nézzük meg, hogy tényleg jobb a hangja egy...